Holnap kezdődik a rendkívüli uniós csúcs, és egyelőre nem tisztázott. Vajon észszerű tárgyalás, vagy erőszakos zsaroló elnyomás vár-e majd a magyar kormányfőre? De az biztos, hogy a nemzeti konzultáció eredményeit nézve Orbán Viktor ismét erős választói felhatalmazással indulhat csatába a függetlenségünkért. Már is kezdünk. Csúcs előtt Morawiecki is kiáll Magyarország mellett. Ellenőrzés. Megindult a vizsgálat a Lánchíd felújítása kapcsán. Költözés. Elképesztő luxus ingatlant vásároltak Gyurcsányék. Jó estét kívánok, ez a Vezércikk, a műsor, amelyben egyre kevésbé értjük, hogy mit és kit szolgálnak az Európai Unió vezetői, mert az európai választók érdekeit aligha. M. Kovács Róbert vagyok, és már is mutatom, kikkel beszélgetünk arról, vajon ha az állam és kormányfők többsége a saját országa érdekéért küzdene Brüsszelben, akkor holnap alig, ha nem egy egységes európai mezőgazdasági stratégiáról tárgyalnának, nem egy gigantikus háborús támogatásról a békekeret terhére. Elsimon László, akinek Robert Ficóval kapcsolatban mindig vannak óvatos félelmei, de most bízik abban, hogy mellénk áll Brüsszelben. Lentulai Krisztián, aki szerint a szektárs DK-sok úgy is megbocsátják Gyurcsányéknak, hogy a Szemlőhegyi villából egy másik luxus ingatlanba költöznek. És Ómolnár Miklós, aki szerint ha így haladnak a dolgok, akkor lassan adósságközösségre kell átnevezni az Európai Uniót. Jó estét, szervusztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Kezdjük akkor azzal, hogy, a Brüsszelbe készülő Orbán Viktor is zsarolásként értékelte a Financial Times információit, miszerint a Magyarországnak jogosan járó minden további támogatás befagyasztásával fenyegetőznek Brüsszelben. De még Mateusz Morawiecki is szóba hozta, hogy a zsarolás nem éppen egy jogállamisági megoldás Brüsszel részéről. Lássuk, mit is mondott a volt lengyel kormányfő. Magyarországot zsarolják és egyre nagyobb nyomást gyakorolnak rá. Biztosíthatom ugyanakkor Magyarország kormányát és Orbán Viktor miniszterelnök urat, hogy nagy mértékben támogatjuk a kormányfő törekvései elérésében, amelyeket a brutális zsarolási kísérletekkel szemben tesz. Ezek teljes mértékben törvénytelenek és olyan eljárások, amelyeket nem fogadunk el. Ilyen megközelítéseket ugyanis nem fogadhatunk el. Ezekről olvastam néhány napja a Financial Times-ban is. Meggyőződésem, hogy az Európai Uniónak nem így kellene működnie. Csak egyetérteni tudok a volt lengyel kormányfővel, hozzáteszem, hogy ha ez holnap megtörténik, akkor szerintem nyugodtan kijelenthetjük, hogy annak az Európai Uniónak, amelyben mi annak idején beléptünk, annak egyszer és mindenkorra vége, inkább átalakult egy ilyen politikai, ideológiai alapú támogatások osztogatása helyett inkább védelmi pénzt szedő bürokratikus gépezetté. Egyetértek veled, Robi, és bár a felvezetőben Morawiecki kommentárja viszi a prímet, de azért jegyezzük meg, hogy a többszörösen elszigetelődött Orbán Viktort olyan helyekről segítették ki most éppen, mint a szlovák parlament alelnöke, Lubos Blaha, aki erről cikket is írt, és ugye azt írta meg benne, hogy ha ez megtörténik, akkor az Európai Unió történetének egyik legnagyobb botrányával néz szembe. Azért ezek nem metafora szintű dolgok, ezek nagyon erős szavak. Aztán a szintén Amerikából alig látható Magyarország és Budapest térképen van ismét, az Ohio-i szenátor J.D. Vance is nyilatkozott, amiben valami fajta túszulejtést és foglyulejtést vizionál azzal kapcsolatban, ahogyan próbál bánni az Európai Unió vezetése Magyarországgal szemben. Nem gondolnám, hogy ez az eset feltétlenül az ottani amerikai elnökválasztási kampánynak a része, ez egy bajtársias hozzászólás. Tehát persze hallottuk már többször Donald Trumpot, aki Orbán Viktort pozitív példaként említette, de az Ohio-i szenátor erre az esetre való reakciója is szerintem mindazoknak a magyar embereknek melengeti a lelkét, aki,
aki itthon józanul gondolkodik, és többségében mondjuk javarészt azt gondolom, hogy ezzel a kormánnyal szimpatizál. Ezek nagyon fontos dolgok, jó érzés, hogy nem vagyunk egyedül, lehetséges, hogy egy ilyen szócséplésnek is tűnhet ez az egész, de ezekben a helyzetekben igenis fontos. És még egy dolog, hogy egészen addig, amíg Magyarország ezeket a félelmeit, kritikáját és felháborodását saját maga mondta ki, addig, mintha nem vettek volna minket komolyan. Csak hát gyerekek, most a Reuters és a Financial Times írta le. És nem véletlenül mondta Orbán Viktor azt, hogy ha ez a két lap írja le, akkor erre már van egy program vagy egy terv felépítve. Ezért kell nagyon komolyan venni. Hát sőt, mi több, ugye az eredeti Financial Times cikk szerint ugye az Európai Tanács titkársága környékéről származó dokumentum létezik, amelyik ezt a tervet felvázolja. Hozzáteszem, annak a cikknek a megfogalmazásához úgy szól, hogy amennyiben az összes többi tagállam egyetért ebben, na de például abból, amit te is most elmondtál, Krisztián, úgy tűnik, hogy például a szlovák kormány alig, ha fog erre igent mondani. Hát reménykedjünk ebben, hogy a szlovákok nem mondanak igent a javaslatra. Én nekem ugyan Ficóval kapcsolatosan mindig vannak óvatos félelmeim, fogalmazzunk így, de bízom benne, hogy a budapesti találkozó szellemiségének megfelelően, és nem a későbbi rá pár napra következő Zelenszkijes üzenetváltás szellemében fog a szlovák miniszterelnök Magyarország mellé állni. Tehát, hogy nem hagy bennünket cserben, és az a sajtótájékoztató megfogalmazódott irány és szövetség, amely nem csak a Magyarország elszigeteltségét tudja megakadályozni, vagy elszigetelődését tudja megakadályozni az unión belül, hanem a B4-nek az újra megerősítését és föltámasztását is szolgálhatja, hogy ez valóban testet fog ölteni komoly döntésekben, illetve határozott mondatokban Brüsszelben. Én ezzel együtt is szkeptikus vagyok. Tehát nem sok jóra számítok attól a brüsszelitől, amely az elmúlt években minden lehetséges eszközbe vetette a hazánkkal szemben. Ugyanakkor nagyon fontos az, hogy Magyarország az Európai Uniónak a tagállama maradjon, és az is fontos, hogy azok a fölépített jó és okos keleti gazdaság és politikai kapcsolatok, amelyek igazság szerint azért is tudnak működni, mert fontos az a keleti partnereinknek, hogy mi vagyunk a kapu számukra, a belépő számukra az Európai Unióba. Nyilvánvalóan, hogyha nem lennénk az Európai Unió tagja, akkor ez is kevésbé lenne lényeges. Tehát a mi szempontunkból többszörösen is érdek az, hogy az Unió tagjai maradjunk, de ez nem járhat együtt önfeladással. Tehát igaza van a magyar miniszternek, hogy kőkeményen védeni kell a pozícióinkat és ragaszkodni az értékrendünkhöz, és nagyon bízom benne, hogy nem csak volt miniszterelnökök, akik ma ellenzékben vannak Lengyelországban, hanem regnáló vezetők, legalább egy, de inkább reméljetek kettő, hát csak azért az olaszok is azt mondják, hogy ezt nem lehet megcsinálni, tehát mellénk fognak állni. Remélem, hogy ezt fogjuk megtapasztalni. Hát lehet, hogy egyébként e felé tart a helyzet, és azért is volt ennyire, mondjuk sem riogató a Financial Times-ban megfogalmazott üzenet, mert hát egyébként amúgy is érthetetlen a helyzet, hiszen Magyarország kompromisszumkész ebben a dologban. Korábban ugye azt mondtuk, hogy ne adjon ennyi pénzt Ukrajnának az Európai Unió, most már csak annyit mondunk, hogy ezt ugye évente vizsgálják felül, hiszen az azért tényleg bődületes, hogy egy ekkora összeget úgy, ahogy van, kiutalnának Ukrajnának 4 évre elosztva, miközben lehet, hogy a háború a jövő héten véget ér. Persze ez egy nagyon húzottan ideális elképzelés lenne. Tényleg érdemes visszamenni a kiinduló ponthoz, hogy miről is van szó, minek a kapcsán próbálnak úgymond megzsarolni bennünket. Azt akarják most Brüsszelben, hogy 4 évre kötelezze el magát Ukrajna mellett egy hatalmas pénzügyi csomag révén az Európai Unió. Ne beszéljünk most arról, hogy nem illik egy váltás előtt álló brüsszeli elitnek a következő időszak brüsszeli vezetőire ilyen terhet rakni, hiszen néhány hónap múlva jó eséllyel kisebb-nagyobb mértékben, de át kell, hogy rendeződjenek majd a dolgok, és ha ezt keresztül erőltetik, akkor kész helyzetet teremtenek.
Másrészt tényleg nem tudni, hogy mi lesz Ukrajnában. Elképesztő belpolitikai válság rajzolódik ki, úgy hírlik, a Financial Times ezt is megírta, hogy felszólította a vezérkari főnököt lemondásra az ukrán elnök, de hát a vezérkari főnök nemet mondott. Recseg, ropog, azt gondolom a csúcsokon is az ukrán belpolitika. Másrésztről meg azt gondolom, hogy mindez egy újabb hatalmas pénzfelvétellel, eladósodással jár. Arrasan az Európai Uniót illen átkeresztelni Európai Unió helyett valamiféle adós közösségre. Eszembe jutott minap valamelyik francia királynak, azt hiszem 15. Lajosnak a pénzügyminiszterünk eléje rakták a hatalmas adósság listákat, akkor fogta és így áthúzta a király, meg így szólt, utánam a víz. Folytassuk hazai témával, mert hogy Tényi István feljelentése nyomán megindul a hivatalos vizsgálata a kormányzati ellenőrzési hivatal berkein belül azzal kapcsolatban, hogy a fővárosi önkormányzat szabályosan használta-e fel az állami támogatás összegét a Lánchíd felújításához, vagy esetleg kijátszották azt magánszemélyeknek, a fővállalkozón és a vele kapcsolatban álló számlagyár üzemeltetéssel gyanúsított ügyvéden keresztül. Lássuk! A kormányzati ellenőrzési hivatal megindította a vizsgálatot a Lánchíd felújítása kapcsán Tényi István közérdekű bejelentése alapján. A KEHI-nél közölték azt is pontosan, mit vizsgálnak. A kormányzati ellenőrzés keretében a közpénzek felhasználása, valamint nemzeti vagyonnal való gazdálkodás szabályszerűségének, gazdaságosságának és hatékonyságának vizsgálatára kerül sor. Nagyon kíváncsi vagyok ennek a vizsgálatnak az eredményére is, mert ha kiderül, hogy közpénzt játszottak ki készpénzben ismeretlen célra a projekt támogatásból, akkor azért most már lassan valakinek ideje lenne ezért ülni, nem? Igen, és mielőtt válaszolnék és hozzáfűzném a véleményemet, egy gondolat még az előző témához bennem maradt. Lacinak van egy ilyen igénye, hogy komolyabb szereplők, regnáló állami vezetők is megnyilvánulhatnának már a védelmünkben. Hát a fideszes LP képviselők folyamatosan arról számolnak be, hogy egyébként folyosókon, a büfénél mennyi lapogatást kapnak, hogy jól csináljátok, veletek vagyunk, stb. Talán nem a büfénél kéne egyszer ennek a dolognak megállni, és ha ez már nem csak ott állna meg, akkor te is optimistább lennél valószínű. Visszatérve erre a dologra, én nem tudom, hogy milyen fénytörésen megy keresztül Tényi István jobb és bal oldalon, erre azért szívesen megnéznék egy tanulmányt, hogy valaki erről írjon már végre valamit, mert lassan Tényi István hivatalként kéne működjön. Mindegy, ez most a mi kis piacunkon így működik, ezt a tevékenységet folytatja ez az úriember jó ideje. Én nekem egészen furcsa a gondolatom támadt ezzel kapcsolatban, mert klasszikus értelemben nem olyan esettel állunk szemben, amit a nem sokára munkáját megkezdő szuverenitásvédelmi hivatal fog csinálni. De valahogy mégis. Egészen pontosan holnap indulnak útjukra, úgyhogy... Tehát ezek belföldi pénzek, belföldi lenyúlás, gyanúk, de hogyha ez is arra menne ki, hogy bármilyen módon szervezkedés történjen, és azt a szervezkedés segíts elő, bármilyen pénzmaggal bárki itt Magyarországon, hogy a jelenlegi hatalmat hogyan lehetne választáson vagy nem választási úton eltakarítani innen, akkor igenis a szuverenitásvédelmi hivatal látókörébe is ilyen esetek oda kéne kerüljenek, bár gyanítom inkább külső veszélyek esetében végzik majd ezt a feltáró munkát. Egészen elképesztő a történet, itt a vezércikben most már két hónapja nagyjából rágjuk ezt az egész dolgot, és minden másnap valami új fejlemény kerül ezzel kapcsolatban elő. Nagyon kíváncsi leszek, most itt, ahogy készültünk kint, és portoztak fel minket, itt arról beszéltünk a srácokkal, a fővárosi esélylatolgatással kapcsolatban, ki lesz a fideszes polgármester jelölt, mik az esélyei a nagyvadnak jelenleg Budapest élén, hogy ez mennyire fog ráégni Karácsony Gergelyre és a stábjára. Szavazatokban mennyire fog ráégni ez az ügy. Ez a legfontosabb kérdés szerintem. Egyébként ilyen szempontból azt gondolom, hogy nagyon fontos persze ez a vizsgálat is, de sokkal fontosabb lenne az, hogy a nyomozóhatóságok vizsgálata haladjon
gyorsabban előre, mert ha jól sejtem, akkor a kormányzati ellenőrzési hivatal, hogyha bármiféle szabálytalan közpénz felhasználást észlel ebben az ügyben, akkor mit tehet, ki szab majd egy bírságot mondjuk a fővárosra. Viszont ismerjük Karácsony Gergelyék észjárását, akkor jön az, hogy a kormány már megint kivérezteti a fővárosi önkormányzatot. Tehát sokkal tisztábban látnánk ebben az ügyben, ha mondjuk valakit végre úgy rendesen meggyanúsítanának. Nem a meggyanúsítás a lényeg, hanem az, hogy egy eljárás végigmenjen, ugye, mert amíg csak gyanúsítás van, addig mi mindig vélelmekről beszélgetünk itt, és nekünk is tisztelbe kell tartanunk az ártatlanság vélelmét. Egy eljárás menjen végig, legyen jogerős döntés, ítélet adott esetben, akkor már nyugodt lelkismerettel tudunk a problémáról beszélgetni. Nyilván van az eddig nyilvánosságra került tények ismeretében is már van mit mondani, és van mi megdöbbenni, ez nem is kérdéses. Azért a kehit azt ne tegyük zárójelbe. A kehér az egy nagyon fontos szerv. Tehát minden a magyar állami költségvetésből valamilyen formában kiosztott közpénznek az ellenőrzésére jogosult. Komoly mozgástere van, az általa megszólított kedvezményezettek, vagy a közbeszerzési folyamatban résztvevők azok kötelesek a kehinek a felhívására reagálni és adatot szolgáltatni, dokumentumokat benyújtani. Tehát itt komoly mozgástere van. Az egy másik kérdés, hogy nem büntető hatóság, tehát vagy abban az értelemben nem nyomozó hatóság, mint a rendőrség vagy az ügyészség. De az általa hozott határozatok azoknak igenis komoly következményei lehetnek. Tehát én az, hogy a KEHI vizsgálódik ebben a kérdésben, azt már önmagában egy súlyos dolognak tartom. Nagyon-nagyon ritkán tapasztaltam azt, hogy amikor még a miniszterelnökségen is dolgoztam, és a KEHI oda tartozott hozzánk, hogy a KEHI az mondjuk árnyékra vetődött volna. Tehát ez, és nyugodt lelkiismeretem mondhatom, hogy politikai boszorkányüldözésnek se volt eszköze a KEHI. Tehát ott biztos, hogy van valami, és nagyon helyes, hogyha alaposan utána néznek a dolognak. Hát az, hogy nagy vad, ezen nagyon meglepődtem, mert nem emlékszem a nagy vad kifejezés. Ő politikai nagy vadnak hívta saját. Igen, de hogy nem emlékszem, hogy mi magunk ezt használtuk volna. Tehát, hogy egy pillanatig el is gondolkoztam, hogy kiről van szó, de ezt rájöttem én is, hogy a regnáló főpolgármesterre utalsz. Hogy ez Karácsonyra mennyire fog ráragadni, azt nem tudom, de ugye a magánbeszélgetéséből azt tudom, hogy azért, akik figyelemmel követik a híreket, azok úgy érzik, hogy itt van egy erőteljes kapcsolat a városvezetés és a lánc végén levő cégek és személyek között. Én nekem az a gyanúm, de látod, ez már megint nehéz dolog, hogy ez nem feltétlenül direkt politikai célokat szolgált, hanem inkább a gyarapodás, a jólét irányába tett lépések lehettek-e mögött. Miklós? Én azt gondolom, hogy Karácsonyt már minimum megkarcolta ez a történet, még az övéi között is. Belehallgattam a Klubrádió műsorába, és Karácsony kvázi becsület szavát adta Bolgár Györgynek, hogy nincs köze ehhez a történethez, és hát már el is kezdte a saját védőbeszédét mondani, hogy ezek a bizonyos pénzek, ez az 1 milliárd 400 millió forint, ami átsuhant a Lánchidat felújító cégtől, a cégtemető, a Wigmore-féle számlagyáros cégtemető egyik cégéhez, az egy kicsit előbb suhant át, mint hogy ők aláírtak bizonyos papírokat. Hát minimum mentegetőzés szaga volt ennek a dolognak, és hogy Bolgár György kvázi becsületszavát próbálta enni Karácsonynak, ebből én azt a tanulságot vontam le, hogy bár még tényleg csak az eljárás elején tartunk, még sok mindennek ki kell derülnie, sok mindenben majd érdemes lesz ennél tisztábban látni, de a történet kezd már megtapadni, és már vakarózni kezdtek a baloldalon. A Miki egyik gondolata, bocsánat, egy oximoron gyűjteményt indított el a fejemben, ugye ez a betiltott klubrádió, amit te hallgatsz mostanában, ez ugyanolyan, mint a bezárt CEU és a lecsukott Szél Bernadett, igaz? Igen. Akkor ezt össze kéne egyszer szedni, lesz bőven. Nem vagyok nagy híve, hogy politikusok zsebébe turkáljunk. Következő hírünket csak azért vesszük górcső alá, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy amikor Gyurcsány Ferenc vagy az ő kedves neje a népről, az átlagemberről beszélnek, akkor ők magukat azért nem sorolják oda. Lássuk csak!
Az átlag magyar számára elérhetetlen áron vásárolt ingatlan Gyurcsány Ferenc és felesége, valamint a DK elnök anyósa, Apró Piroska, a főváros második kerületének legdrágább részén. A január végi ingatlan nyilvántartási adatok szerint a Gyurcsány házas pár és Dobrev Klára édesanyja a Bimbó út egyik luxus színvonalat képviselő vadonatúj épületében szerzett tulajdonjogot. Az álom kategóriába tartozó lakására nem okozott gondot Dobrevéknek, sőt a Telek könyv jelenlegi adatai szerint a vételhez el sem kellett adniuk az apró villát. Mondhatnám pestiesen, hogy van annak, aki nem issza el, de hát az a baj, hogy itt még ez sem igaz. Gonosz vagy. Na most a vagyonnyilatkozatban ez bekerült? Mert most kell leadni a vagyonnyilatkozatokat, ugye még nem nyilvános, nem még nyilvános. Egy pár nap. Igen, de lehet, hogy csak a következőbe kell időben bekerüljön, nem? Jó, hát ez is egy vicces dolog. Hát ma olvastam azt, hogy a képviselőnek le kellett adni a vagyonnyilatkozatokat. Én már 2,5 éve nem vagyok képviselő, de még az ellenzéki sajtóban mindig a 6 évvel ezelőtti vagyonnyilatkozatommal foglalkoztak. Tehát hogy miért nem foglalkoznak Gyurcsánnyal? Akkor ezek szerint lenne mivel foglalkozni, nem? Én bármilyen hasonló tematikájú műsorban szerepeltem az elmúlt években, és ilyen téma szóba került, általában ugyanazt az álláspontot képviseltem, ezt elmondom most is. Aki ilyen politikusi rangban van, teljesen mindegy, hogy a mi ízlésvilágunkkal ellentétesen Gyurcsány Ferenc, attól én egyáltalán nem sajnálom azt, hogy egy tök szuper magas kategóriája autóval jár. Ugye neki volt egy Skodája, volt valami közúti balesete és stb., és akkor sem értettem azt, hogy neki nem, én nem várom el tőle kormánypárti állampolgárként, nem várom el tőle, hogy népautóval járjon, tehát hogy azt sem várom el, hogy egy nem tudom én garzonban kucorogjon a feleségével. Tehát ezzel a sztorival ilyen szempontból nincs probléma. Csak amikor ennyire kileng az inga a másik irányba, azt szerintem igencsak meg fogja piszkálni a saját DK-s szavazóit, bár azt gondolom a szektaságukból kifolyólag mindenki azt fogja gondolni, hogy megérdemelte Feri. Hát egy pár hét múlva azért térjünk majd vissza erre a témára, én ritkán mondok ilyet, de most ezt javaslom. Nézzük meg majd a vagyonnyilatkozatot, hogy ez hogyan szerepel Gyurcsány Ferencnél, és az értékét is az ingatlannak. És hogyha jól értettem a tudósítást, azt az ominózus villát... Nem, azt nem adták el igen, hozzá, igen. Azt az ominózus elkobzott villát, ugye, azt nem kellett hozzáadni. Hát igencsak sokba kerültett ott egy ingatlan, tehát sok-sok 100 millió forintba. Én is úgy vagyok, mint te. Legyen, ez így nyilvánvalóan mindenki, aki megteheti, vegye meg. A szocializmus bukásának egyik legfőbb erénye az, hogy a magántulajdon szentsége és védelme az tényleg újra megfelelő védelmet kap, és szabad verseny körülmények között, hogyha valaki sokkal sikeresebb, mint a másik, ezt szerintem az életrendjéhez tartozik. Hát az, hogy itt most mi ennek a háttere, azt a nyavaja se tudja, de majd csak kiderül egyszer. Hozzáteszem, hogy furcsa módon szerintem Gyurcsány Ferenc is mai nappal örömmel emlékszik vissza a szocializmus bukására, mert hogy ő viszont a vagyonát akkor alapozta meg utána a következő években. A kedves mama. Igen. Volt egy mondás még a rendszerváltás környékén, villágproletáriai egyesüljetek, ugye amikor a kommunista elit szépen átmentette a vagyonát és hirtelen kapitalista vállalkozóvá vedlett át, akkor volt divatos ez a mondás, meg hát még régebbről ismert volt a káderdűlő kifejezés, úgyhogy maradnak a káderdűlőn ott a Bimbó út környékén, úgy látszik, megszerették ezt a környéket, úgy 48-49 óta, mióta az elvtársak oda az elkobzott világba felköltöztek, ott jól érzik magukat, és még egy valami ugye a hírek szerint erre az új luxus ingatlanra csak előlegként 500 milliót fizettek ki Gyurcsányék, úgyhogy villágproletáriai egyesüljet. Ugye jól emlékszem, hogy előlegként azért minimum egy 20%-ot szoktak adni. Tehát... Maximum. Vagy maximum? Maximum? Persze. Jó. Akkor mindenkinek az ízlésére. Szeretek az ebben műsorba járni, hogy mindig valami új dolgot tanulok. Tehát a műveltségem egy nagy fehérfoltot sikerült most. De mi a káderdűlő? Nem, az megvolt. Ez a világproletári egyesületek. Tehát ez rendben van. Fiatal ember. Hát igen. Hát,
örülök, hogyha hasznodra is válik a műsor. Szerintem ez most azért van, mert ma van a születésnapod, Robi, és így kap egy nagyon szép évet a műsor. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt így szóba hoztad, az öregedés minden pillanata öröm számomra. Folytassuk mással. Azért a holnapi uniós csúcs előtt nem árt tisztában lenni azzal is, hogy a uniós csatlakozásra meghívott Ukrajna annyira demokratikus jogállam, hogy elvetetne mindenféle anyagi támogatást azoktól a polgáraitól, akik az esztelen háborújuk elől külföldre menekültek. Lássuk csak! Volodymyr Zelenszky ukrán elnök az ARD német TV csatornának adott interjút, amelyben felszólította az ország elnökét, hogy vegye el a segélyt az Ukrajnát elhagyóktól. Mindig is azt mondtam, hogy sokkal jobb lenne számunkra, ha Németország úgy támogatná az ukránokat, hogy pénzt adna az ukrán költségvetésbe. És akkor Ukrajna már is újraosztaná ezt a pénzt attól függően, hogy hol van az illető, mondta Zelenszky. Erőszakkal sorozzák be az embereket. Erőszakkal tartják vissza a sorköteles férfi lakosságot. Felszámolták a parlamentáris demokráciát, képtelenek elszámolni azzal, hogy mire költik a Nyugat-Európából odaömlesztett elképesztő mennyiségű pénzt. Közben hetente csuknak be állami vezetőt komoly korrupciós botrány miatt, nyilván a kis halakat, és lényegében most a legújabb, hogy elvennék a saját állampolgáraiktól, amit azok más államok szociális szerveitől kapnak. Mégis ki a fene gondolja egy másodpercig is komolyan, hogy ez az Ukrajna, ez uniós tagfelvételre érett? De kicsit fenköltebb kérdésem is van az Arany Málna díjas színészhez. Ki a franc gondolja, hogy a saját nemzetedet, országodat te a szíveden viseled, barátom? Ezek után. És itt már rég nem arról van szó, hogy ismeri az ukrán néplelket, vagy nem ismeri Zelenszky. Ez a kijelentés, hogy követeli, hogy ezeket a segélyeket ne kapják meg a tőlük elmenekülő családok, fiatalok, középkorúak, bárki. Ez valami annyira vérlázító dolog, hogy önmagában nyilván, hányszor beszéltünk ez a háborús pszichózis, hogy ott van a nappalinkban a háború, minden nap látjuk, és kicsit az ember a kényelmes országból bele tud ebbe az egészbe kényelmesen, de azért nem tudunk, mert ez az ember hetente tesz róla, hogy olyan nyilatkozatokat adjon, ami egyszerűen felviszi az emberben a vérnyomást, és nem csak azért, mert kárpátai testvéreink vannak ott, hanem ezek a kényszersorozások, és sokszor ezekről videós felvételek is vannak, egészen elképesztő látni. És hát azt is sokszor elmondtuk, hogy Magyarország legnagyobb humanitárius akcióját hajtotta végre Ukrajnába. Én értem, hogy Zelenszky erre rátenni a kezét, de milyen jogon? Nem, alapvetően egyetértek veletek abban, hogy Ukrajna ebben az állapotában, ezt már sokszor megbeszéltük, alkalmatlan az Európai Uniós tagság. Ez nem is kérdéses, és a felsorolt mondjuk, hogy vádak, vagy szempontok, amelyeket mind a ketten elmondhatok, meg a Felkomban is hallottunk, ezek is mind jogosak. De a katona dolgokban én már korábbi műsorban is kifejtettem, nem értek veletek egyet. Tehát én szerintem, hogyha csak azt gondoljuk végig, hazánkat megtámadná valamelyik szomszédos ország, és a hadköteles férfiak Magyarországról elépnének, kivédené meg a hazát? A magyar kormány akkor teljes joga mondaná azt, hogy vissza, haza, védeni a hazát. Ez a kötelességed, ez van benne az alaptörvényben, ez van benne a honvédelemről szóló törvényben. Aki elhagyja a hazáját, és azért hagyja el, mert nem akar harcolni, emberileg ezt megértem, senki nem akar harcolni, senki nem akar háborozni. De ugyanakkor életképes felnőtt férfi, a kötelességük az, hogy megvédjék a hazájukat. Tehát ezzel az egyen nem értek egyet. Persze ennek a módszerei, meg az egész, ahogyan most történik, az végtelenül elkeserítő. Na de akárhogy is, az az igazság, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, az ukrán férfi meg az a dolguk, hogy megvédjék a hazájukat. Ez azzal együtt is így van, hogy sajnos a cinikus nagyhatalmak egy része hagyja mészárszékre küldeni az ukrán férfi lakosságot. Hozzáteszem, itt mondjuk... Pénzzel meg fegyverrel támogatja azt, hogy mészárszékre menjenek. Ez a mostani intézkedés viszont egyébként a nőket és a gyerekeket is földön futóvá tenné, akik már külföldre menekültek, tehát ez most kifejezetten őket. Jó, hát ez egy nagyon nehéz szituáció, nyilvánvalóan minden egyes európai ország el tudja dönteni, hogy ez asszisztálni fog-e. Hát teljesen abszurd lenne megfosztani a segélyt azoktól, az ukrajnai állampolgároktól, akik egyébként a háború elől menekültek oda, de ez, hogy az anyák, a gyerekek, az idősek elmenekülnek a háborúra, ez érthető, de a férfiaknak az a dolguk, hogy megvédjék a hazájukat. Miklós, tiéd a végszó. Ukrajna azt gondolom lélegeztetőgépen működik. Ahhoz, hogy egyáltalán fizetni tudják a közalkalmazottakat, a nyugdíjasokat, ahhoz kell a sok nyugati pénz.
És Ukrajna kétségbejtő helyzetben van az emberhiány miatt is. 500 ezer ukrán halt meg a háborúban. 500 ezer katona fekszik már a sírokban. Nincs kics besorozni. Látjuk a kétségbejtő felvételeket a kényszersorozásokról. Zelenszkijel ezt tulajdonképpen a kétségbeesés mondatja, mert tényleg nincs már kit küldeni a vágóhídra, az értelmetlen háborúba, a frontokra. Másrészt ő maga mondta azt is, hogy jöjjenek haza, és legalább adót fizessenek, hogy bevételei legyenek az államnak. Azt gondolom, hogy tulajdonképpen egy végjáték kellős közepén járunk. Jó, hát valljuk őszintén, hogy a Zelenszkij is mérhetetlenül cinikus. Tehát ez tény és való. És arrogáns, hiszen egyetlen béke elképzelhető számára az, amelyben Oroszország mindent eldob, amit eddig elért. Hát csak nincs realitása. Így van. Urak, ennyi időnk volt a témák feldolgozására ebben a részben. Most tartunk egy pár perces szünetet, de utána visszavárjuk nézőinket hasonlóan izgalmas témákkal. Már is mutatjuk, hogy melyek ezek. Siránkozás. A HVG szerint Karácsony eladta a jövőt Lázár Jánosnak. Bosszúvágyó. A fenyegetőző Tompos Márton lesz a Momentum alelnöke. Siránkozás. A HVG szerint Karácsony eladta a jövőt Lázár Jánosnak. Bosszúvágyó. A fenyegetőző Tompos Márton lesz a Momentum alelnöke. Jó estét, folytatódik a vezércikk Lentulai Krisztiánnal, Elsimon Lászlóval és Molnár Miklóssal. Karácsony Gergely vélhetően eddigi pályafutása során első alkalommal kötött egy olyan megállapodást a kormánnyal, amivel a budapesti tömegközlekedők járnak jól. Hát nem is kellett több a baloldal lakálypropagandistáinak, azonnal neki is estek. Lássuk! Karácsony Gergely főpolgármester legalábbis feladta a főváros önálló tömegközlekedési tarifa politikáját, és kiszolgáltatta a mindenkori önkormányzatot a mindenkori kormánynak, írta a HVG. És itt nem állt meg a lap. Mint fogalmaztak, a jövőt nem látni, de legalábbis benne van a pakliban, hogy Karácsony Gergely a Lázárral kötött paktum aláírásakor a fővárosi önkormányzatiság történetének könyvébe is beírta a saját nevét fekete betűkkel. Én egyetlen egy dologra lennék ezzel kapcsolatban kíváncsi, remélem tudtok segíteni. Vajon ezt a HVG-be csomagolt selyemzsinort ki a fene küldte Karácsony Gergelynek, mert hogy ez az, ha jól sejtem. A selyemzsinoron nem gondolkodtam. Az első kérdésem az volt, hogy ki a megrendelő a HVG-nél, kik maradtak ott ennél a lapnál, akik ezeket a cikkeket megírják, és mióta ilyen lírai a HVG? Tehát ez a beleírja a főváros történetébe a nevét feketebe, ez a HVG, gyereket. Tehát nem, nyilván hát nem olyan elvárásom. Itt nem tudtak mocskos fideszezni, tehát hogy ez mégsem várhattad el. Ami még szembetűnő, ha jól sejtem, erősítsétek meg, hogy az ellenzéki média platformról messze kiugróan a HVG állt ebbe így bele. Tehát nem azt mondom, hogy konszenzus van a többiek között, de hogy élesen valami új arcot akarnak, vagy új, nem tudom, milyen szervet akarnak növeszteni maguknak. A selyemzsinort dolgon én is el fogok gondolkodni. Egy dolog miatt még átadom a labdát. A HVG, ami hát még az Átkosban egy ilyen köztiszteletnek örvendő gazdasági, szakmai heti lap volt, nem tudom, figyeltétek-e, gazdasági, a számok bűvöletében és talapzatán működő egykori lap. A hatos lottó nyerőszámait Leadben kihozták, csupa páratlan, majd az egyik véletlenül páros volt. De a cím az volt, csupa páratlan a hatos lottó nyerőszám. És az egyik ott volt 22-ben, nem tudom én. Ez a HVG, gyerekek, és ez komoly. Legalábbis ők ezt gondolják magukról. Nem tudom, én ugye erről az egész fővárosi tarifa problémáról elég sokszor beszéltünk itt a műsorban is, mi is, más főállásban is. Ha jól értettem, az elmúlt hónapoknak az ellenzéki véleményeit nagyjából az volt, azért vertem mindenki az asztalt, hogy legyen megegyezés a kormány és a főváros között. És tulajdonképpen még azt is lehet mondani, hogy
A kompromisszum keresésre szólították fel a kormányt is, és a fővárost is, a választópolgárok érdekében. Ugye nagyjából arról van szó, hogy az egységes tarifarendszernek köszönhetően a jövőben is érvényes lesznek a budapesti bérletek az agglomerációs MÁV és HÉV járatokon. Ami teljesen normális és logikus. Hát Európa számos nagyvárosában hasonlóképpen van megszervezve. Eddig azzal vádolták a Lázár vezette minisztériumot, hogy szándékosan akadályozzák. A Lázár vezette minisztérium azzal jött folyamatosan, hogy hát kérem, van infláció, vannak változások, ugyanazon az áron szolgáltatni nem lehet, mint amilyen áron szolgáltattunk akkor, amikor az eredeti megállapodást még tartósan megkötötték, és végre valamilyen módon közeledtek az álláspontok, és kompromisszum született. Hát azt lehetne mondani, ha nem egy politikai vitaműsorban, vagy háttérműsorban beszélgetnénk, hogy ez a normális, nem? Tehát, hogy mind a két fél egyet hátralépett, és sikerült a választópolgárok érdekeit nézni, függetlenül attól, hogy azok éppen kire szavaznak. Na de azért sivalkodik a HVG, mert anomáliának éli meg Karácsony esetében ezt a fajta konszenzusos, kompromisszumos megoldást, mert ebben az esetben a kőkemény csávó, aki folyamatosan támadja a kormányzatot Budapest éléről, az most úgy tűnik, hogy elmirkóciskodik és elbotkásodik, mert két olyan ellenzéki városvezetőt mondtam most jelenleg, akik egyébként keresik a közös tenni akarás lehetőségét a kormánnyal, és próbálnak valamilyen módon együttműködni. Hát most ugye Botka a kiváló példa arra, aki megköszönte a kormányzatnak azt a beruházást, amit most Szijjártóék odavittek. Lehet, hogy ettől fél a HVG, hogy mi lesz, ha elbotkásodik Karácsony. Na jó, de egyébként, ha a választópolgárok azért fognak szavazni Karácsony Gergerre, mert kőkeményen ellenállt a kormány azon szándékának, hogy legyen megegyezés a közösségi közlekedés dolgában, hogy azért fognak rászavazni, mert egyébként a budapesti bérletük érvényes lesz a HÉV-en is, meg az agglomerációs vasúti és egyéb más tömegközlekedési eszközönkön. Szerintem a Karácsony a saját politikai jövője szempontjából is racionális döntést hozott, mert a választópolgároknak inkább ezzel kedvezett. Tehát az, hogy néhány radikális újságíró az mit követel Karácsonytól, szerintem indiferens. Tehát hosszú évek után azt kell, hogy mondjam itt is a műsorban, hogy hát először úgy tűnik, hogy tényleg valami észszerű döntést hozott Karácsony a maga és a polgárok szempontjából is. Azt mondtad, hogy mindenki ezt várta a Karácsony Gergelytől. Én azért emlékszem, hogy volt valaki, aki egyáltalán nem ezt várta a Karácsony Gergelytől, hanem hogy minden egyes témában, minden egyes ügyben harcosan dobja be a fővárost ebbe a csatába. Tulajdonosa? És akkor lehet, hogy megválaszoltam a saját kérdésemet is, hogy kinek próbál kedvezni a HVG ezzel a sejem zsinórral, amit most elküldtek Karácsonynak. Nézd, szülinapos, és egyből ilyen összeesküvés elméletek egyát, mert ma megengedheti magának. Ne is lehetesse. Az előbb ugye azt mondtam, hogy Karácsony már az övéi között is megkarcolódott, mondhatni politikai értelemben vérzik, ez a hitpénz botrány már azért kezd úgy a bőre alá beszivárogni. Szerintem egyre több baloldali szavazó, újságíró kezd elbizonytalanodni Karácsony személyét, illetően biztos ő, akivel nyerni fogunk. Biztos, hogy alkalmatlan ez a politikai értelemben, szépen próbálok fogalmazni, se hús, se hal figura. A HVG egyébként több dolgot is Karácsonyra olvas rá, nem csak ezt a bérletkérdést. Előjön azzal, hogy micsoda tökölés folyt itt a járatritkítások kapcsán, és hogy micsoda elképesztő kifejezés hagyta el a BKK igazgatónő száját, amikor vágásérett pulykának minősítette a budapesti utazóközönséget. Azt is hozzáteszi a HVG, és még el sem kezdődött az igazi kampány. Folytassuk lapajánlóval. Hétfőn ugyan itt járt nálunk Kacsó Dániel, de most ismét őt kapcsoljuk. El fogja nekünk mondani, Dani, hogy mi lesz a holnap megjelenő Mandiner legfőbb irányvonala? Szia! Szervusztok, és köszöntöm a Hír Televízió nézőit is. Február 1-én elkezdi munkáját a Szuverenitás Védelmi Hivatal, melynek vezetőjét, Lánci Tamást kérdeztük e heti lapszámunkban. Ő látható a Mandiner holnap a standokra kerülő címlapján. Megkérdeztük Lánci Tamástól, hogy a kelettől vagy a nyugati szövetségesektől kell inkább megvédeni Magyarországot, fogják-e vizsgálni a guruló dollárok botrányát, illetőleg pontosan milyen ügyeket kezd el feltárni majd első munkanapján, hogyha megkezdi működését érdemben is a hivatal,
Nyilván a közelgő kampányok is szóba kerülnek. Lánci Tamás az eheti Mandinerben. Köszönjük, Dani. Hát kíváncsiak vagyunk, azt hiszem mindannyiunk nevében mondhatom az írásra is, meg valóban arra, hogy milyen munkát fog végezni a Szuverenitásvédelmi Hivatal. Folytassuk mással. A jelek szerint a Momentum az tisztújításról tisztújításra egyre messzebb kerül attól, hogy csak egy kicsit is komolyan vehető baloldali formáció legyenek. Legújabb alelnökük például egy igazi demagóg zavarkeltő lett. Lássuk csak. Eljött az idő, amikor előre kell lépni és a frontvonalban dolgozni tovább, írta a közösségi oldalán a Momentumos Tompos Márton, miután kiderült, Donát Anna felkérte alelnöknek. Tompos Márton felháborító kijelentéseiről vált ismerté a magyar közéletben. Figyeljetek Varsóra, ami most Lengyelországban történik, ugyanez lesz itthon is a kormányváltás után, reagált korábban Tompos Márton a lengyelországi történésekre. Napestig sorolhatnánk ezeket a példákat Tompos Mártonon a kapcsolatban, de szerintem semmi értelme, és bocsánat, hogyha egyszerűen fogok fogalmazni, de szeretném, ha ő is megérteni. Az én véleményem szerint ennyire irritáló, semmire kellő kis mitugrász még nemhogy a Momentum elnökségében, de úgy általában a magyar közéletben nem volt. Nem tudom, hogy gondolják, hogy bárki komolyan vegyen egy olyan pártot, amelyiknek egy ilyen fiatalember az alelnöke. A szülinaposságod okán megengedhetsz magadnak, úgy látszik ebben az adásban, egy minimális testszégyenítést is, de én ennek a farvizén hadd közlekedjek. A kicsit nem a fizikai kiterjedésére gondoltam. Szép mentés volt. Hányszor volt az a Momentum megszületésekor, hogy bár egyértelműen a Fidesz-szel szembe helyezkednek el politikailag, ugye az olimpia idejére megyünk vissza, de valahogy átpróbálták ültetni a friss és fiatal választók és az új generáció felé azt, hogy tulajdonképpen az a frissesség, amivel a Fidesz is berobbant a rendszerváltás idején a magyar politikába, valami hasonlót akarnak nyilván teljesen más ideológiával. Hát lehet, hogy annak idején, amikor elég szépen ütlegelték Dajcsékat, Fodor Gáborékat és Orbán Viktorékat a rendőrök, ugye ő ez a figura, aki testméreteihez képest ugye széles terpeszállásban még alacsonyabbnak tűnhetett, de elég erősen lepróbálták dramaturgiailag a gyors kötözővel való, hogy mondjam, a képet, amit majd ő mutatni fog, amit a Karmelitánál ugye folyamatosan szánalmas és nevetséges módon színjátékként előadtak a tüntetéseikkel. Ez annak a központi figurája. És hogy Donát Anna alelnökének kell válassza ezt a figurát, az nem jelent mást, mint hogy a pártnak politikai karakterekben való szűkössége most már nyilvánvaló. Mert aki valamennyire tudta magát eddig exponálni, és kerületvezetése van, és itt gondolok például akár Hajnal Miklósra, ha ezeket az embereket nem veszed, és nyilván az ő megítélésük is sokrétű, ha ezeket az embereket nem veszed, nincs kiből válogatni. Tehát hogyha az volt a kitétel, hogy valamennyire legalább ismert politikust válasszak magamnak, és az már kevésbé kitétel, hogy képességes legyen, nem maradt más, mint Tompos Márton. Én értem egyébként az, hogy új kommunikációs csatornákon keresztül meg kell szólítani a fiatalokat, azt gondolom, hogy a kormánypártok is megteszik, csak speciál ők mondjuk influencereket vagy véleményvezéreket alkalmaznak erre, és nem egy alelnököt. A rendszerváltozás után eltelt bő 3 évtizedben az én szememben 3 megbocsáthatatlan dolog van. Az első az az 1996-os világkiállításnak a szétverése, lemondása, a merjünk kicsik lenni gondolat jegyében. A második megbocsáthatatlan dolog a 2006-os békés tüntetések és ünnepségekről hazatérő embereknek a véresre veretése és szemkilövetése a Gyurcsány kormány időszakában. A harmadik, meg a budapesti olimpiának, ennek a nagy álomnak az erodálása, amelyet a Momentumnak köszönhetünk. Abban a pillanatban, hogy a Momentum létrejött és ráadásul a maga identitását ebből az egészből, hogy hogyan kell a budapesti olimpia álmot szétverni, ebből vezeti le tehát az identitását. Én attól a pillanattól fogva nem azt mondom, hogy erős kétkedéssel, hanem annál sokkal rosszabb érzéssel tekintek erre a pártra. Mondhatni, hogy katasztrófa. Én ebből a szempontból mindig úgy tekintettem rájuk, mint valamiféle új SZDSZ-re, és nagyon-nagyon szomorú mindaz, amit az ő házatáján látok. Szerintem ez a alelnöki jelölés ebbe a folyamatba tökéletesen beleélik, nem is érdemes erre több szót pazarolni. Miklós? Én is azt gondolom, hogy a Momentum kétségbejtő helyzetben van, politikai értelemben persze.
hol van már Fegyőr. Tényleg ő ezekhez képest még valamelyest a szakálla révén egy karakteres figurának volt mondható. Persze a saját... A vezércik visszasírja Fegyőrt. Ez a saját politikai fajsúlyában. Csak a Miklós. Kétségbe esett helyzetében a Momentum igyekszik nagyokat mondani. Gyurcsányt, mint a múlt egyik árnyát idézte Donát Anna, hogy aztán gyorsan hozzátegye, hogy azért tárgyalni fogok majd Dobrev Klárával. Ezt a tompos nevet meg azt gondolom végképp nem érdemes megjegyezni. Hát hogyha Tompos Márton alelnöki jelölése akar lenni az a vezércsel, amellyel felszínen akar maradni a Momentum, akkor én sok sikert kívánok nekik a lejtő végéig. Urak, nektek viszont megköszönöm, hogy itt voltatok, nagyon köszönöm, hogy eljöttetek és elmondtátok a véleményeteket. Nézőinknek pedig köszönöm egész esti figyelmüket, holnap is várom önöket, Deák Dániel, Gajdics Otto és Ókovács Szilveszter társaságában. Ha lemaradtak adásunkról, ezt visszanézhetik a Hír TV weboldalán, maradjanak továbbra is csatornánkon, szép estét mindenkinek.